akkor fölült, és megcsinál, mint mond, adj neki egy Judit otthon. A Magyar Ilona általános iskola ötödikeseit látogatták meg a Kutyával egy mosolyért alapítvány tagjai. Bátor, Bobby és Füge, vagyis a három terápiás négylábú, azonnal levette a lábáról az összes diákot. Az alapítvány tagjai már 40-50 ilyen órát tartottak iskolásoknak és óvodásoknak. Programjuk célja, hogy játékos formában felelős állattartásra tanítsák a gyerekeket. A Városi Önkormányzatnak a támogatási programján nyertünk erre egy keretet, amiből ebbe a fél évbe, december 31-ig tudjuk ezt a programot csinálni, és nagyon szeretnénk, hogyha ez egy hosszú távú dolog lenne, hisz úgy gondolom, hogy az alapítványunknak most már van annyi kutyása, van annyi fölkészült felvezetője, hogy az egész városban mi föl tudnánk vállalni ezt a feladatot. A gyerekek a rendhagyó órán megsimogathatták a kutyákat, játszhattak velük, és közben így játékos formában tanulhatták meg a kutyatartás alapszabályait. A kutyákkal nagyon sokat kell foglalkozni, meg hát azt is, hogy napi egyszer kell nekik enni adni, hogy, meg hogy a farkasoktól erednek. A Kutyával egy mosolyért alapítvány tagjai rendszeresen járnak a Magyar Ilona általános iskolába. Minden héten egy-egy órán vesz részt az egyik terápiás kutya és felvezetője. A gyerekek nagy örömmel fogadják a négylábúakat. Szívesen dolgoznak a kutyákkal együtt, és az órán is szívesebben vesznek részt, motiváltabbak azok a gyerekek is, akik esetleg máskor ülnek a helyükön és nem jelentkeznek, azok is a kutya kedvéért sokkal több mindent megtesznek. A kutyák nem csak motiválják a gyerekeket, hanem a diákok koncentrációja is fejlődik, eközben pedig észrevétlenül megtanulják, hogyan kell felelősen gondoskodni az állatokról. A témával bővebben foglalkozunk kedvenc magazinunk novemberi adásában.